Üdvözlök mindenkit! Meg szeretnék mutatni valamit palántalocsolás ügybe. Egyrészt főleg azt, hogy eddig mit használtam, és azt, hogy mit tanultam most a YouTube-ról. Mert kérem szépen, néha az ember belebotlik hasznos dolgokba, legalábbis szerintem nagyon hasznos. Na szóval, palántalocsolásról annyit, hogy ugye a palánták, amíg ilyen kicsikék, meg amíg most én 2 darabot hoztam ide mintának, addig ugye könnyű velük bánni, de ugye azok terebélyesednek előbb-utóbb, mond összenő, egyre nehezebb locsolni. Most, hogyha az embernek nagyon sok palántája van, mondjuk én is úgy csinálom, mert ugye nagyon sok palántám van, hogy ilyen tálcákban nevelem, egyszerűen leteszem a földre, és végighúzom fölött a locsolót. De nem mindig így csináltam, persze jó ideig én is, mint mindenki más, az ablakpárkányban 10-20 darab palántával foglalkoztam, nem mintha most, mit tudom én, annyi rengeteg volna, de azért most már annál több van. És meg szeretném mutatni, hogy milyen locsolási módszerek vannak. Ugye azért, hogy egy, a víz ne ásson lukat a földbe, tehát hogy a földnek a felülete az ilyen szép egyenletes maradjon, ne ásson be a gyökerekhez a víz. Ma ugye hirtelen öntjük, akkor ez a baj. És mi van akkor, mikor már az egész tálca mondjuk ilyen erdővé bokrosodik, és van időnk, meg türelmünk, és úgymond egyenként locsolgatnánk őket. Vagy ha nagyon kevés van, és mondjuk ablakpárkányon locsolnánk, milyen módszerek vannak? Hát azt mutatom meg legelőször, amit én már ugye használtam, meg ismertem, aztán azt, amit most tanultam az internetről. Szóval, amit ugye persze használtam, mint mindenki más, lukas kupak, ugye, ez egy nagyon egyszerű módszer, az ember ráteszi az üvegre, és locsol. Van vele néhány baj. Először is, hogyha párkányon dolgozunk, akkor állandóan összevizeztem mindent, mert amikor lefordítom, akkor már ő alól csöpög, nem tudom, hogy látszik-e a videón. Másik az, hogy ugye most az pont kifolyt az asztalra, és ezt próbáltam elmagyarázni, hogy ez nem rossz módszer, de van ennél jobb is. Másik az, hogy ha sietünk, vagy mit tudom én, nyomjuk egy kicsit az üveget, akkor belefúr a földbe, mert ugye nagyon erős vízsugárral jön ki. Az én nagyapám, Isten nyugosztalja, az más módszert használt, azt szeretném megmutatni, és ezidáig én is ezt használtam, őszintén szólva. A módszer lényege az, hogy néhány spárga darabot, ilyen hagyományos kötöző spárgából, áthúz egy lukon, ami egy kupakba lett belefúrva, jelen esetben nem tudom, egy 5-6-os luk, 4 szál spárga van rajta áthúzva, ezt ugye rátekerjük az üvegre. Ennek van egy iszonyat nagy előnye, az, hogy a víz ugye csak főleg akkor fog jönni, amikor nyomom, illetve hát csepeg, de nagyon lassan, ugye ezt látjuk most. És ha egy picit nyomom az üveget, akkor tényleg ilyen cseppszerűen lassan lehet vele öntözni. Úgyhogy emiatt ez a módszer nekem nagyon tetszett. Nagyapám ezt alkalmazta a világ életébe, amíg csak élt, és iszonyat jó kertész volt, úgyhogy ez egy nagyon jó módszer. Egy baj van vele, hogy amikor már nagyok a palánták, akkor így az üveg szájával egy kicsit nehezebb odaférni. Úgyhogy ez volt az a módszer, ami nekem egész mostanáig lényegében működött. Ugye amikor ilyen kicsi cserepekbe külön-külön locsolgattam, tehát amikor nem tálcán, hanem tényleg különálló cserepeket locsolgattam, mindenkinek ajánlom. Ez egy nagyon jó módszer, és soha nem fog lukat vágni a földbe, és piszok egyszerű összehozni. És ma tanultam egy újat. De így véletlenül feldobta a YouTube, megnéztem, és az igazság, hogy baromi jó. Mégpedig a következő, kell hozzá 1 darab szívószál, még a régi hagyományos műanyag. Tudom, egyre nehezebb beszerezni, de kell hozzá egy ilyen. És kell hozzá egy kifúrt kupak. Ugye ez már egy kész darab. 5-ös, 5 mm átmérőjű a szívószál. 5-ös lyukat kell fúrni a kupakba. Szívószálat átdugni rajta, és belül is,
kívül is meleg ragasztóval körbe gyógyítani. Általában ez minden háznál szokott lenni meleg ragasztó, legalábbis a legtöbb házban van ilyen meleg ragasztó pisztoly, de valószínűleg más ragasztót is lehet használni, de ezt a legegyszerűbb. És lényegében kész is van. Meg szeretném mutatni, hogy hogy működik, és miért tetszett meg nekem annyira ez a módszer. Rácsavargom az üvegre. Egyrészt kapok egy iszonyat hosszú ilyen pálcikát, amivel tényleg bárhova oda lehet férni, de tényleg bárhova. Tehát egész egyszerűen akármilyen nagy a növény koronája, lombja, oda tudok menni vele a gyökeréhez. A másik nagyon klassz dolog vele az, és most megmutattam, hogy a tele van az üvegvízzel, hogy megfordítom, és nem jön belőle semmi. Tehát ez egyáltalán nem csepeg, ez nem csepeg össze a konyhabútort, semmit nem csepeg össze, tehát még egyszer, ebből az égvilágon semmi nem csöpök ki. Odaállítom a növény alá, és attól függően, hogy mennyire nyomom meg a flakon oldalát, így nagyon finoman oda tudom pöttyinteni, 1-2-3 pöccintéssel, vagy akár folyamatos pöccintéssel, akkor így úgy folyik a vizet. Soha nem fog lyukat ásni a földbe, és lényegében bármilyen sűrű a palánta a tálcán, oda lehet hozzáférni. Nem tudom, hogy az a pasas találta-e ki, akinek a videóján láttam, de iszonyat jó gyerekek, tehát ez tényleg egy nagyon jó cucc. Ajánlom mindenkinek, én most azt mondom, csinálok még egyet, egész egyszerűen jó és kész. Hát köszönöm a figyelmet, ezt szerettem volna megmutatni. Mindegyik módszer jó, abszolút mindegyik, tehát ez a hagyományos lukacsos is nagyon jó, meg ez is jó, de őszintén, ha valaki ráerős, nyugdíjas, akkor ezt ajánlom, meg ha valakinek nincs meleg ragasztója, mondjuk, vagy szívószála, de ez nagyon tuti. Ezt érdemes kipróbálni. No, ezt akartam így megmutatni így estére, mert lassan most már oda kerülünk, hogy egyre nehezebb és nehezebb lesz a különálló palántákat locsolni. Na most ott a tálcán ott könnyű, de ami külön van, az már egy picit nehezebb. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, kellemes estét, viszlát!